tegnap este aláírta Áder János a felsőoktatási törvény módosítását. A törvény két új feltételt támaszt a külföldi felsőoktatási intézmények itthoni tevékenységével kapcsolatban. A jogszabály szerint a külföldi egyetemet a székhely szerinti országban működő államilag elismert felsőoktatási intézménynek kell minősíteni, valamint előzetes megállapodás szükséges a diploma kiadáshoz. Miután Áder János aláírta a felsőoktatási törvény módosítását, demonstrálni kezdtek a Sándor palotánál. Itt van a stúdióban Kósa Lajos, a Fidesz frakció vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mielőtt a technikai részletekre rátérünk, árulja már el, hogy miért jó az, hogy egyel kevesebb helyen tud Magyarország versenyképes diplomát kiadni, pontosabban versenyképes diplomát felmutatni, illetve hogy miért kell megbántani azokat az embereket úgynevezett migráns bizniszezéssel, akik a CEU mellett tüntetnek? Hát kezdjük az utóbbival. Ugye a tüntetésen elhangzott jelszavak azok nem tűnnek nagyon realisztikusnak. Ne zárjuk be a CEU-t. Nem, senkit nem akarta bezárni, ez fel sem merült. Tanszabadságot követelünk. Tanszabadság van korábban is, az volt most is, azon is, az is lesz. Senki hát igen, ezt Áder is hangsúlyozta a közleményében, miután aztán aláírta. Menjünk tovább. De hát itt ugye a diplomával van a probléma. Követelték azt, hogy legyen kutatási szabadság, az van, az azt is beleírta Áder János. Én igen. Tudom ezeket, csak tehát mondom, a diplomáról beszélünk. Igen, de most amit ön kérdezett, hogy miért mondjuk azt, hogy az egész tüntetést a pusztán a felsőoktatási törvény módosítás okán nehéz megérteni, azért, mert a tüntetőket csomó olyan jelszót skandáltak, amely egyébként már a tüntetés előtt is úgy volt, senki nem akarta megváltoztatni, megvalósult. Tudja, hogyha most én szervezek egy tüntetést azért, hogy az ég legyen kék, és a kormány ne változtassa pirosra a színét, akkor azért megkezdjük, hogy gondolom ezt, mert mint látjuk az ég kék, és senki nem akarja a pirosra változtatni, egyike nem is tudná. Hát azért szerintem a tüntetők tisztában voltak azzal, hogy mentek oda. De a következő helyzet azért, hogyha megnézi a megszólalókat, például nagyon-nagyon sok mindenkinek egyáltalán nem esett le. Az az egyszerű tény, hogy a CEU az egy amerikai egyetem, és a Közép-Európa Egyetem, itt Magyarországon, pedig Budapesten, az pedig egy másik jogi személy, és szándékolt az, hogy ezt a csiki-csukit alakították ki, hogy Közép-Európa Egyetem, CEU, ezt ilyen szinonimoként használják, hiszen a Közép-Európa Egyetemet nem zárja be senki, nem is akarta bezárni, változatlanul folyik az oktatás, fog folyni, és örülünk, hogy ott is diplomához tudnak jutni az emberek, magyar diplomához. Erről és van szó, de sokan azért jöttek ide, hogy már automatikusan amerikai diplomát kaptak a CEU-n. Nekik nem is kellett volna. Az a kérdés, hogy ugye eleve a diákoknak a döntő többsége, tehát 500 valahány diák van, ebből 60 magyar, a többiek külföldiek, hogy Magyarország eltűri-e azt, amit az oktatási hivatal vizsgálata kimutatott, 5 évente van ilyen vizsgálat, ezért került ez most terítékre, hogy a 28 Magyarországon dolgozó külföldi egyetemből 27 szabálytalanul működik. Egy jelentős részük egyébként kifejezetten hát trükközésnek, szélhámosságnak, megtévesztésnek tűnő módszerrel csábítja a diákokat. Voltak egy példát, van olyan, amelyik azt ígéri a diákoknak, hogy francia oklevelet ad, és közben kiderül, hogy Franciaországban azt az oklevelet nem ismerik el, csak OKS szintű képzésnek. Na de hát itt viszont elismerték az amerikai diplomát, érti? A helyzet az, hogy az angolszász országokban az egész akkreditációs diplomaelismerés teljesen máshogy működik, tehát nem lehet összevetni a magyarral, aki azt mondja, hogy az amerikai rendszer szerint elismerik a diplomát, tehát a magyar rendszer ez összevethető, az nem tudja, hogy a két ország közötti szisztémabeli különbség az drámai. Például az Egyesült Államokban, New York államban, hogyha valaki alapít egy egyetemet, ahol nincs tanár, nincs diák, nincs oktatási program, nincs kutatási program, de regisztráltatja magát annál a hivatalnál, mint oktatási intézmény, nem kis működni, elismerik, hogy ez van. Na most a helyzet az, hogy mi csak azt mondjuk, hogy persze adjanak ki egyébként a Közép-Európa Egyetem, adjon ki amerikai diplomát, csak mögötte legyen valós teljesítmény tehát abban az országban. Ott is legyen diplomaosztás, ott is legyen oktatás, ott is legyen kutatás. Hát persze, hát milyen egyetem az, ahol nem folyik oktatás, kutatás, nincs egy diák sem, nem is ez egy volt tanás a céljuk annak idején. Az volt a céljuk, hogy itt Közép-Európában létrehoznak egy tényleg profi, tényleg nagyon magas szinten, most magas színvonalon oktatói. Ez úgy hívják, hogy Közép-Európa Egyetem működik, minél többen jelentkeznek rá, annál jobb, teljesen rendben van.
Érti, de hát itt nem lesz versenyképes az a diploma, nem gondolja? Nem tudom, feltételezem, hogy az amerikai versenyképesebb volt eddig a piacon. Nézze, az a kérdés, hogy ez megtévesztésen alapul ez a versenyképesség, láttuk, hogy azon alapul, mert egy olyan intézményre való hivatkozással adják ki, ami nem tanít, nem oktat, tulajdonképpen egy fantom intézmény a New York államban. Ezzel az erővel egyébként a magyar egyetemek is életnének. Ez akkor Magyarországon kialakulna egy ilyen megtévesztésen alapuló felsőoktatás, az hosszú távon káros az egész országnak. Sokkal rendesebb az a dolog, hogyha akarják, szabályosan tudják tenni a működést, és onnantól kezdve nem értem, hogy mi a probléma. Hát nem tudják olyan módon szabályosan tenni a működést, hogy nem tudnak önökkel, vagyis a magyar kormánnyal megállapodni. Mert ugye New York állam, hát ne, én úgy tudom, hogy ugye az állam az... maga rendelkezik, mármint New York állam maga rendelkezik, igen, oktatási törvények módosításáról. A felsőoktatási feladatok tekintetében az Egyesült Államokban a tagállamok a felelősök, de ezért... tagállami szinten tárgyalhat Magyarország ezért, bármelyik ezért állammal? A törvénybe azt, hogy itt a federális állam Washington jóváhagyásával tud Magyarország megállapodást kötni a terület felelősségével. Tehát, hogyha onnan egy állam megkeresi Magyarországot, akkor a magyar állam leül velük egy asztalhoz tárgyalni? Hát hogyne, csak a végén kell egy Washingtonon jóváhagyás arra, hogy egyébként ez a dolog, ez valóban és ennek, az Egyesült Államok. Vagy ehhez Trumpnak van jogköre, hogy ezt jóváhagyja? Hát az oktatási miniszternek nyilván az Egyesült Államok is egy strukturált állam, és nem mindent Donald Trump intéz, feltételezem, tehát ott van még egy csomó ember, aki mindenfajta ügyben felelős. De visszatérve az alapkérdésére, tehát két eset lehetséges, vagy effektív az alapvető jogi tényekkel nincsenek pontosan tisztában azok, akik elkimentek azért tüntetően, hogy ne zárjuk be a CEU-t, amit nem akarunk bezárni, az egy amerikai intézmény. Nem hiszem, hogy azért ne lennének tisztában vele, nem mondjam. Az a furcsa, hogy én a parlamentben hallgattam a vitát, ott egyébként olyan képviselő, aki azt mondta, hogy ő a CEU tanára, érti a CEU tanára, Az annak a szövegéből kiderült, hogy ő nem tudja azt, hogy ez két külön jogintézmény, és a CEU nem keverendő összeendő a Közép-Európa Egyetem. Ezért hát mondom, viszont hogy... rengeteg Nobel-díjas, meg közgazdászok, meg egy csomó tudós azért szerintem pontosan tudja, hogy mi zajlik ilyen tekintetben. Ezt majdnem biztosan tudhatjuk, hogy kizárt, hogy pontosan tudják, mert az egész olyan jól van kitalálva, Giorgi bácsi, Soros György, az egy ügyes ember, hogy ezt a bizniszt ezt tudta működtetni rendkívül hosszú ideig, anélkül egyébként ez különösebben feltűnt volna. Na, és ezért mondom azt, hogy... egyébként a kormány, bocsánat, mert elkezdtük már ezt a vonalat. Nem, mert, az legelejére szeretnék visszatérni, mert ön kérdezte azt, hogy miért gondolom azt, hogy igazából nem is ez a fő kérdés, hanem a migrációs ügy. Egyszerűen azért, mert az látszik, hogy a Soros György migrációs koncepciója az élesen szembe megy a magyar kormányéval. Mi azt mondjuk, hogy állítsuk meg a migrációt, Soros azt mondja, hogy minél többen jöjjenek be, és mindent megtesz annak érdekében, finanszírozást, pénzt, energiát, hogy egyébként azokat az a kormányokat, amelyek ellenállnak ennek a koncepciónak, azokat meggyengítse, azokat destabilizálja. Nézzük meg Albániát. Repülőjegyeket komolyan gondolták, hogy akár még repülővel is szállíthatott ide, ugye Soros szervezetek gründolásáról volt szó a hétvégén legalábbis a retorikában? Hát sok minden meglepő van. Nézzünk egy egyszerű tényt. A Helsinki Bizottság Soros György által finanszírozva két bangladesi fiatalember nevében a Strasbourg-i bírósághoz fordul. Ott ők képviselik a két bangladesit, a szakértők, akiket szakértőként hallgat, az a Helsinki Bizottság. Utána ráadásul tudjuk, hogy az a bíró, aki az egészet befogadja, az a Helsinki Bizottság tiszteletbeli elnöke. Na mit tesz Isten, a magyar állam veszített a Helsinki Bizottsággal szemben, és kialakul egy olyan nyilvánvalóan megnyíló piac, rengeteg pénzzel. Ott ugye ketten több mint 7 millió forintot kaptak a fiatal emberek, plusz még ugye az ügyvédi költséget is meg kell téríteni Magyarországnak, ami azt mutatja, hogy ez egy 45 milliárdos piac, ezért már Soros György is lehajol szerintem. Ja, úgyhogy azért mondom, hogy a végső vita igazából az, a Soros Egyetem kapcsán szerintem, hogyha ott szándék van, akkor lehet megegyezni, mert az ő területen patog a labda, csak azt kell tudomásul venni, hogy eddig ez a konstrukció minden szabályozáson kívül működött, de Magyarországon nyitott a kormányára, hogy Soros Dőnek tárgyaljon magával tartani. A CEU-val is, vagy a CEU-t fenntartó intézménnyel arról, hogy tovább folytatólagosan amerikai diploma kiadható legyen Magyarországon? A CEU az egy olyan intézmény, ahol van egy titkárnő, azt nincs semmi. Tudom, hogy két szobából áll meg, hogy nincs kampuszuk, én ezt pontosan tudom, de ettől függetlenül, hát
Nem tudom, ezt kérdezem. Hát én nem tudom, hogy a CEU-t kiképviseli már, mint az amerikai intézmény, mert a magyar intézményre nem vonatkozik ez a törvény, még egyszer mondom. Úgyhogy azt mondom, hogy a végső vita az mégiscsak ez a migrációs kérdés, mert látszik, hogy ebben feszül egymásnak a magyar kormány és a Soros György által irányított birodalom. Ilyen értem, ez a CEU szerintem mellékvágány, vagy mellékhacintér, de nyilván az egyetemek védelmében nagyon sok embert az utcára lehet hívni, és olyan jelszavakat skandáltatni velük, amelyeknek a követelése nem értelmetlen, hanem már eleve megvalósult. Tehát ne zárjuk be a CEU-t, nem akarjuk bezárni, nem is tudjuk bezárni egy amerikai szervezetre, a magyar államnak nincs egy joghatósága. Kósa Lajos, köszönöm szépen, remélem tudunk még erről beszélgetni, folytatjuk. Köszönöm szépen.